akadályfutás és légpuskalövészet, haditornán a megyei iskolásai. Új sportudvar, 15 millióból fejlesztett a gyulai Dürer iskola. Évek a magánzárkában, Fekete Pál emlékei 56-ról. Jó estét kívánok, Önök a 7.tv híradóját látják. Közép, valamint általános iskolás diákok számára tartottak haditorna versenyt a Békéscsabai repülőtéren. A fiatalok a gyakorlatok közben olyan fizikai nehézségekkel szembesülhettek, amelyekkel a kiképzés és szolgálat közben találkozhatnának. Ott szemben van a gumitetébe, fegyver kézbe fogva, minden gumiba beleléptek. Műanyag fegyverrel a vállukon teljesítették ezt az akadálypályát az iskolások. A megye 44 iskolájából érkeztek versenyzők, akikre összesen 9 feladatsor várt. Közülük sokan örültek a lehetőségnek, van, aki hasonló területen képzeli el a jövőjét. Ilyen pályán szeretnénk folytatni az életünket, szóval rendőrség, honvédség, valami tűzoltóság, ilyen szakmára gondoltunk. Én gondolkozok katonai pályán, egyrészt azért jók, mert a fiatalság megtapasztalja, hogy milyen lehet a katonai élet, meg úgy nagyjából eldönti mindenki, hogy végül is mire vállalkozik. A célba lövés nem mindenkinek sikerült, de akadt, aki eltalálta. A Honvédelmi Minisztérium által szervezett haditorna versenyen bemutatták a katonai pályát, a katonák mindennapi életét, és a versenyzők belekóstolhattak a katonai kiképzés egyes ágaiba. Az elsődleges célja a fiataloknak a honvédelmi nevelése, a honvédelmi pályára irányítása, kesztcsinálás, az egészséges sportoláshoz, a versenyszellemnek a fejlesztése, és ennek az elősegítése vagy elérésére a Honvédelmi Minisztérium országosan írta ki ezt a versenyt. A haditornának nagy jelentősége van a Magyar Tartalékos Szövetség életében is. A MATASZ elnöke kiemelte, az esemény alkalmat ad az első világháborúban harcolt Békés megyei katonák előtti tiszteletadásnak is. 15 évvel ezelőtt alakult meg a Magyar Tartalékosok Szövetsége, és azóta folyamatosan a megyei szervezet szervezi ezeket a rendezvényeket. A másik apropója, ami ebből adódik, hogy a szellemi vetélkedőnkön méltó megemlékezést akarunk állítani az első világháború eseményeinek, és azon belül is a híres 101-es gyalogezrednek. A megyei döntőből egy 4 fős csapat jut tovább az országos haditorna döntőjébe, amit 2017 áprilisában tartanak. Hivatalosan is átadták a gyulai Dürer Albert általános iskola felújított sportudvarát pénteken. Az intézmény udvara már-már életveszélyes volt, ezért kellett elvégezni a munkálatokat. Nem csak új aszfalt réteget tettek le, hanem a salakos futópályát és a távolugró gödröt is felújították. Retro testnevelés órával és táncbemutatóval kezdődött a gyulai Dürer Albert általános iskola felújított sportudvarának az átadója. Az ünnepséget a rossz idő miatt a tornateremben tartották, amely akkoriban épült, amikor Gyula polgármestere még az intézményben tanult. 1990-ben ballagtam el ebből az intézményből, és gyakorlatilag az épület az alig változott valamit. Ezért aztán az egyik legfontosabb feladatomnak tekintem, hogy más iskolákkal együtt a Dürer iskola is megkapja azt a felújítást és azt a korszerűsítést, ami szükséges ahhoz, hogy azt a magas szintű pedagógiai munkát, ami folyik ebben az intézményben, amelyik a város legjobb iskolái közé számított mindig is és most is így van, sikerüljön megteremteni. Az általános iskola sportudvara már-már életveszélyes volt, de augusztusban felújították az udvart, a salakos futópályát, így a gyerekek már bátran játszhatnak, beszélgethetnek kint. Nagyon sokat szoktunk itt futni, focizni, kosarazni, néha még pingpongozni is szoktunk. Amikor még alsósok voltunk, akkor nagyon sokat fogócskáztunk, fiúk mindig fociznak. Nekem egy kicsit túl üres a plac, és hogy még ugye kivették régebbről a pingpongasztalt, és hogy nekem az ott hiányzik. Ha az iskola vezetésén múlik, nem marad sokáig az udvar kopár. Már készülnek a tervek, még milyen fejlesztések kellenének a mostani 15 millió forintos beruházáson túl. Szeretnénk még ezt az udvart olyan elemekkel feltölteni, amelyek alkalmasak arra, hogy a gyermekeinknek a fejlődését szolgálják, így szeretnénk játszóteret kialakítani, illetve pihenő sarkok kialakítása is a terveink között szerepel. Az egykori kettes iskola udvarát már így is örömmel vették birtokukba a gyerekek.
Személyes emlékeit elevenítette fel Fekete Pál, az egykori Békés megyei forradalmi bizottság elnöke a megyei könyvtárban, a Szabadság Egyetemén. Mint Békés Csaba díszpolgára többször utalt rá, a saját egyetemét igen sokára járta ki, hiszen csak magánzárkában 3 évet töltött. Viszont sikerrel végzett, hiszen túlélte a megpróbáltatásokat, miközben sorstársai sorra haltak meg mellette. Fekete Pál elmondta, a szüleitől örökölhette ezt az erőt. Édesapja például 7000 kilométert gyalogolt, mire az orosz fogságból Japánig szökött. A tanár mindig igyekezett tanulni, fogalmazott. Mint mondta, ez a tudás vágy és a tudás átadásának a vágya azóta is megmaradta, most 87 éves, szenvedélyesen oktató pedagógusban, aki azon túl, hogy 1956 Békés megyei eseményeiről beszélt, több száz éves történelmi kitekintést is adott. Én mindig fel tudtam nézni azokra az emberekre, akik maximálisan kimerítették a saját erejüket, és olyasmit is tettek, amelyeket tudták, hogy nem tudják befejezni, de ők elindultak. Azt is tudták, hogy ez, amiben belemennek, halálos veszedelmet hoz. De mindig mérlegre tették mit, hogy ha megteszem, akkor leszem igazán jól, vagy ha nem teszem meg, akkor teszem igazán jól. Az idei évben is folytatódik a Minden Tudás Színházi Egyeteme elnevezésű programsorozat. Az első állomáson dr. Gyenge Zoltán egyetemi tanár a görög mitológia világába vezette be a hallgatóságot és a női szerepekről tartott előadást. Elmémnél hatalmasabb a szenvedély, az emberek legfőbb bajának fő oka. A görög sorstragédiák egyik leggyakrabban játszott darabjának címszereplőjét, Médeát idézte a közönségnek a rendezvénysorozat házigazdája, Kovács Edit. A Minden Tudás Színházi Egyeteme már az 5. évadát kezdte el a Sík Ferenc Kamara Színházban. Amikor én végeztem filozófia szakon, akkor én magam is olyan sok mindenről hallottam, tanultam, újdonságokat és olyan dolgokat új színben, új köntösben látva, amiről kevesebbet tudtam. És azt gondoltam, hogy Békés Csabán olyan sok színház szerető ember van, aki talán érdeklődne ilyen előadások iránt. Az új évadban a nők is nagyobb szerepet kapnak. Az első előadás dr. Gyenge Zoltán tartotta, aki visszatérő vendég a programsorozatban. Az egyetemi tanár a görög mitológiába hívta az érdeklődőket, és a női szerepeket helyezte gorcső alá. Szerintem olyan, mondhatnám így, hogy modern jelentést is fel lehet fedezni, amelyeknek van előreható üzenete is. Gondoljunk arra, hogy például a Médea alakja az az európai kultúrtörténetben a mai napig az egyik legfeldolgozottabb problematika. Filmben, zenében, mindenhol megtaláljuk az ő alakját. Legközelebb november 7-én dr. Varga Sándor, a Szegedi Tudományegyetem tanára a magyar néptánc kulturális antropológiai hátteréről tart előadást a Minden Tudás Színházi Egyetemén. A Jaminai üzem fénykorában 1927-ben repíti vissza a látogatókat a Pillanatképek a téglagyár múltjából című fotósorozat. A téglagyár tárgyi emlékeiből harmadjára nyit kiállítás. A kiállítás ötlete a Súpon téglagyár emlékei nevű Facebook csoporttól származik. A csoport 2014-ben alakult azzal a céllal, hogy megőrizze és bemutassa a jaminai téglagyár tárgyi emlékeit. Idén harmadjára láthatják az érdeklődők a 300 tagú csoport folyamatosan bővülő gyűjteményét. Minden kiállítás külön témát jár körbe. A legutóbbin egy cserép történetét ismerhették meg a nézők, a mostani tárlat pedig 1927-ben kalauzolja nézőket. Hogy abban az időben még nem csak pénzt, hanem búzát, kukoricát, árpát, petrolomért, ilyesmit is adtak fizetésként a dolgozóknak. Ez az egyik érdekessége ennek a lapnak. A másik pedig az, hogy 1927. januárjában jött be Magyarországra a pengő, váltotta a koronát, és itt meg lehet ezeken a lapokon lakni, hogy van, ami pengőbe számolta ki fizetést, van, amit még koronán. Az évezredek során a város alatt lerakódott jó minőségű agyag az 1900-as évek elején 3 gyár és 3 üzem működését tette lehetővé. 2000 dolgozóval a városrésznek a főmunkáltatói voltak. Generációk nőttek föl, generációk örökölték azt a munkatapasztalatot, azt a munkafegyelmet, azt a tudást, amivel aztán generációra generációra működtek a gyárak, és nagyon jó hírét vitték Békés Csabának, hiszen ma is, ha megszólalunk, hogy Jamina, akkor mindenkinek beugrik a tégla és a cserép.
A lelkes csoport most azon dolgozik, hogy ezeket az összegyűjtött emlékeket egy állandó múzeumban is kiállítsák. London, Párizs, Prága, Moszkva, Banglades. Csak pár azok közül a városok közül, ahol Hály János megfordult. Élményeit, utazásait könyvbe szedte, a nemrég megjelent kötetet pedig a Békés Csabaiaknak is elhozta. A József Attila díjas író a Békés megyei könyvtárban találkozott olvasóival. Az Országos Könyvtári Napok Békés Csabai rendezvényei keretében érkezett a megyeszékhelyre Hályi János. A József Attila díjas író, költő, festő, illusztrátor, a Palatinus könyvkiadó alapítója legutóbbi könyvét mutatta be. Mint mondta, a kötetben sok munka és utazás fekszik. Ez a könyv az én utazási élményeimet foglalja össze, ezért Országváros fiú-lánya a címe, és egy kicsit olyan, hogy térben is utazunk, eljutunk New Yorkig és eljutunk Indiáig, de időben is utazunk, hiszen van a gyerekkor és van az, amikor az ember felnőttként kicsit már nem annyira bizakodva néz a világra, egy kicsit elveszti azt a hitét, hogy ez a világ, ez valami nagyon-nagyon jó hely, és már egy csomó csalódás éri. Nem csak tér és idő, hanem gondolatbeli utazásra is invitál az író. Úgy fogalmazott, a gondolatoknak az a feladata, hogy ledöntse a világról alkotott merev kategóriákba csoportosult képünket. Azt tanácsolta, próbáljunk nem a megszokott módon más országokra, népekre tekinteni. Ezt követően kell újraértelmeznünk az utat és a világszemléletünket. Szerinte Európában és Magyarországon is nagyon zártan gondolkodnak az emberek, és furcsán tekintünk más népekre. Az író szerint ezért is lehet hasznos a keretek újragondolása. Zene és képzőművészet különleges programjaival várja a Csaba Gyöngye Kulturális Központ az őszi művészeti hetek érdeklődőit. A november végéig tartó események sorát többek között a Csabai Szalon című kiállítás nyitotta meg. Szeverényi Mihály 50 éve fest, pályafutásának bizonyos korszakaiban ablakokat, ajtókat vetett vászonra. Mint mondja, ezek számára összeköttetést jelentenek a földi élet és a transzcendens világ között. Elgondolkodhatnak, életszakaszokból átléphetünk egyik életszakaszból a másikba, visszanézhetünk az ablakokon keresztül a múltunkba. Nagyon sok jelentése van, és ami a legfontosabb, az ablakokon keresztül jön a fény, és a fénynek is sok-sok jelentése van a képeimen. Vele együtt összesen 18 alkotó szerepelt egy-két képpel a Csabai Szalon elnevezésű tárlaton, amit immár 16. alkalommal rendeztek meg. A kiállítást Tamus István debreceni grafikus művész nyitotta meg, aki egyenként értékelte a munkákat. Nem ábrázolja a teret, de mégis térben vannak a figurái, nagyon szép festői hatásokat veszünk észre rajta. A Kulturális Központ igazgató helyettese elmondta, a kiállítás eredetileg a Városházi Esték programban szerepelt, de néhány éve úgy döntöttek, érdemesebb önálló rendezvényként az őszi művészeti fesztivál egyik nyitányaként megtartani. Ide Békés Csaba azon művészeit szoktuk hívni, akik elismertsége nem csak Békés Csabán, vagy nem csak Békés megyében, hanem egy szélesebb körben is mérhető, érzékelhető. Én azt hiszem, hogyha eljön valaki és megnézi itt a kiállítást, akkor azt mondhatja, hogy igaz, amit most állítok, tehát egy rendkívül igényes kiállításról beszélünk. A tárlat november 25-éig tekinthető meg a Csaba Gyöngye panoráma termében. Az őszi művészeti hetek első napján, szombaton a Békés Csabai Chopin kórus meghívására a lengyelországi Jutsenka kórus látogatott el a megyeszékhelyre, ahol közös koncerttel ünnepelték a házigazda 10 éves jubileumát és a zenevilágnapját. 14 évvel ezelőtt kezdődött az akkori ifjúsági házban a tavaszi fesztivál szervezése. A 2-3 hétig tartó több helyszínen zajló eseménysorozat kis testvérének nevezte Herceg Tamás az őszi művészeti heteket az első nap tartott koncert megnyitóján. 4 évvel ezelőtt fogtunk hozzá először ahhoz, hogy az őszi időszakban, egy viszonylag hosszabb időszakon keresztül, de és csak itt a Csaba Gyöngye Kulturális Központ főépületében, de hogy igen, igényes és ízléses programokkal várjuk a közönségünket. A Kulturális Központ igazgató helyettese elmondta, büszkék arra, hogy a város egyik legfiatalabb, de legambiciózusabb, legfeltörekvőbb és igen magas színvonalon dolgozó kórusa, a Chopin kórus sikereihez ők is hozzájárulnak. Mivel bár a Lengyel-Magyar Baráti Kulturális Egyesület a fenntartójuk, de a Csaba Gyöngyében tartják a próbákat.
olyan erő és olyan érték minden fajta zene, ami mondjuk megmutatja a nemzetek tulajdonságát, az országok, a családok, lehet még kisebb egységeket is megnézni, és ez nagyon nagy dolog. Ezért örök erő van a zenében. A 10 éves, jelenleg 26 fős Chopin kórus többször járt külföldön, leginkább Lengyelországban, ahol számos fesztiválon, versenyen is sikerrel szerepeltek, ismertette Leszkó Margolzata, a lengyel nemzetiségi önkormányzat elnöke. Júniusban a 105 éves lengyel Jutschenka kórus meghívásának tettek eleget, akiket ezúttal ők láttak vendégül jubileumok alkalmából. A lengyel-magyar barátság jegyében a két kórus közösen is énekelt, Daniel Friderici baráti kör című művét adták elő magyar nyelven. Ez volt már a Híradó, további híreinket és videóinkat a behír.hu internetes oldalon találják meg. Amennyiben tehetik, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!